A terroir, azaz a termőhelyjel összefüggő egyedi bor karakter kialakításának tapasztalatairól is tanácskoztak az Országos Szőlészeti és Borászati Konferencia résztvevői Egerben. A bor karaktert a szőlőfajták, például Cabernet Sauvignon, kékfrankos és a termőhely adta jellegzetességek, azaz a dűlő, fajta, technológia adta egyedi jellemzők alapján lehet meghatározni. Az utóbbi irányzat iránt világviszonylatban élénk az érdeklődés, mondja a dr. Báló Borbála, a konferencia szervezésében is résztvevő egyetemi docens, az EGRI Kutatóintézet egykori vezető szakembere. Maga ez a terroir szemlélet mindenképpen egy nagyon komplex szemlélet, ami a borász filozófiáján keresztül felhasználja azokat a természeti adottságokat, amivel a borok egyedisége jobban kiemelhető. A terroir szemléletnek egyre több a híve az EGRI borvidéken is. Gál Lajos, a konferencia főszervezője, a közös marketing egyik lehetőségét látja a terroir szemléletben. Az EGRI Bikavér és az EGRI Csillag mind a kettőt, tehát tartalmazza az EGRI, mint egyediséget, és mint egyedi házasított bor a Bikavér, és mint egyedi házasított bor a Csillag, nem szőlőfajta nevet, hanem bornevet tartalmaz, és ezt együtt tudjuk kommunikálni. A konferencia zárónapján évjáratértékeléseket is tartottak. A felső-magyarországi régió 2014-es évéről elhangzott, komoly növényvédelmi beavatkozásokra volt szükség, ami után össze közepes minőségű és mennyiségű szőlőt takarítottak be az itteni borvidékeken. Fürtválogatással, megfelelő bortechnológia megválasztásával mégis jó borok születtek.